Sziasztok, én Margó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő csak egyszínű smink videómhoz, amit a Lilánál ti megszavaztatok, hogy a kék legyen az a szín, amit következőleg tesztelek, és megpróbálok belőle egy teljes sminket elkészíteni. A lila sminknél voltak félreértések, főleg Instán, nem is inkább itt YouTube-on. Nagyon sokan mondtátok nekem, hogy egy nude szájjal jobban nézett volna ki, és igen, ezt magamtól is tudom. De mivel a videónak és a sminknek az volt a lényege, hogy csak egy adott színt használhatok, így nem volt más választásom, lilát kellett használnom, ugyanez lesz a kéknél is. Mutatom nektek, itt van előttem az összes olyan paletta, amiben bármiféle kéket találtam. Hát igen, be kell valljam, nem vagyok egy nagy kék fan. Remélem egyébként nem ez lesz az összes többi videómnál, amikor így a színeket kiválasztom, mert a Lilánál is ezt mondtam, most is ezt mondom. De valamiért nekem a kék, ugyanúgy, mint a lila, nem túlságosan áll közel a szívemhez, és lehet, hogy ez meg fog változni most ennél a videónál, nem lehet tudni. De az eddigi tapasztalataim alapján nem a kedvencem. És egy ilyen picike kis probléma forrásnak vélem azt, hogy a palettáimban az összes kék csillogós. Egyenlőre maradjunk annyiba, hogy fogalmam nincs, hogy hogy fogom kivitelezni azt a dolgot, amit én most szeretnék itt létrehozni. Van egy elképzelés a fejemben, és egy ilyen pici csalás megint csak lesz benne, és fehérrel fogom kombinálni a dolgokat, de gőzöm nincs, hogy mi fog belőle kisülni, úgyhogy szerintem közelebb is hozlak titeket, és csapjunk bele a közepébe. És akkor sziasztok! Tisztáznám a helyzetet, hogy mi történt itt. Beszéltem nektek egy negyed órát, és utána jelzett a kamera, hogy elaludt, úgyhogy valószínű nem indítottam el a felvételt. A szemhéjamat már leprimereltem a kis Catrice primeremmel, és csak annyit mondtam el nektek, vagyis szerettem volna elmondani, hogy nagyon sokan írták nekem komment részlegbe, hogy ez a smink nem utcára való, és hogy nagyon erős, és jobban nézel ki natúr sminkkel, és hasonló apróságok. Tudom, nem hordok ilyen sminket, nem járok ilyen sminkbe utcára. Az ilyen sminkeket azért készítjük el, legalábbis én biztosan, mert nagyon jó buli, nagyon jól érzem magam, miközben elkészítem, és imádok alkotni. Úgyhogy ezt ti is fogjátok fel úgy, mint egy játékot. Ne pörögjetek rá, ne izguljatok, nem megyek ki benne utcára, nem fogok embereket ijeszgetni, úgyhogy nyugi, dőljetek hátra, élvezzétek a műsort, és egy kicsit chill. Ahogy néztem egyébként a palettáimat, rájöttem, hogy igazából egy olyan színem van, ami nem csillogós, és hát nem a legjobb szín, egy brutál erős királykék, és nem tudom, hogy hogy fogom még megcsinálni azt a sminket, amit elterveztem, így, hogy nincsen konkrétan matt színem. De, nyugi, megoldom. Lehet, hogy nem lesz olyan szép, mint amilyenre tervezem, de ez is benne van a pakliba, úgyhogy szerintem neki is kezdek. Ahogy már ugye mondtam, a szemhéjamat primerrel lealapoztam. Ugyanúgy, mint az előző videóban, csak az egyik szememet fogom megcsinálni kamerán, és utána kamerán kívül meg fogom csinálni a másikat is. A Maybelline Rugged Nude palettába van egy kicsit bézses, kicsit fehéres szín, ami szerintem nagyon jó lesz most alapnak, úgyhogy ebből fel is veszek az ecsetemre, úgyhogy ezzel lealapozom a szemhéjamat. Ezután pedig még mindig nem tudom, hogy hogy kezdjek hozzá a dolgokhoz, mert ez egy brutál erős kék, és én sokkal lájtosabbat szerettem volna kívülre. De úgy döntöttem, hogy vállalok egy merészet, és a legsötétebb kék színemet, ami ugyanúgy a Maybelline palettában van, azt fogom elsősorban felvenni, és megpróbálok vele kialakítani egy nagyon szép alapot, ami most egy kicsit cicásabb lesz, mint az előző videóban, a lilánál, mert sokan mondtátok, hogy egy cicásat megnézzétek, úgyhogy kérésetek számomra parancs, jöhet a cicás szem. Megint csak a kis ecsettel fogok kezdeni. Remélem nem kell aztán lemosni és előről kezdeni, mert az nem biztos, hogy jó lesne. Valami ilyesmi lesz ennek a sminknek a formája,
és nagyon sötét ez a kék, de higgyétek el, kék, hogyha kamerán keresztül nem jönne úgy át. Ebből teszek még egy második réteget is, hogy egy kicsit pigmentáltabb legyen, majd szépen lassan, apró pici mozdulatokkal elkezdem elsatírozni a széleket. Itt látszik az, amit azt hiszem múltkor már említettem nektek, hogy vannak olyan színek, amit hogyha elkezdesz satírozni, akkor nem szépen satírozódik, hanem ahova eredetileg leraktad, onnan egyszerűen eltűnik. És ezt itt is láthatjátok, hogy ebbe a vonalba megmaradt, mert ott nem nyúltam hozzá, nem satíroztam, és a felette lévő, az teljesen eltűnt. És akkor most jöhet a csodálatos királykék. Szerintem egyszer nem próbáltam még ki ezt a színt. Most én nem azért mondom, de látszik a pigmentáltság és textúra és mindenbeli különbség. Az egy dolog, hogy mind a kettő szörnyen hullik, de ez azért szép. Habár már bőven késő van hozzá, hoztam ki egy kis fixálóport, és fogok tenni a szemem alá, hogy az ezután lehulló festék ne tegye még jobban tönkre az alapomat. És akkor az apró kitérő után folytathatjuk is. A következő szín, ami fog következni, az, hát ez a... Azurkéknek hívják talán, nem is tudom, inkább türkiz, türkizes egy kicsit. Azzal a színnel fogok ide belülre még egy, hát egy árnyalást tenni. Nagyon nehéz úgy csinálni sminket, hogy alapvetően 4 használható kékem van, ebből 3 csillámos, és amúgy tök nem mennek egymáshoz a színek, de mindegy, azért megpróbáljuk. Mindenképpen befújom fixáló sprével, inkább biztosra megyek. És akkor... Lehet, hogy ez a kék fog egy kis életet hozni a sminkembe? Azért abba szerintem megállapodhatunk, hogy mielőtt ezt feltettem, elég halott volt a dolog, és nem úgy tűnt, mint aki újra akar éledni. Szóval, ahogy látjátok, az alsó szempilla vonalamon is elkezdtem ugyanazt a tendenciát csinálni, mint amit a felső szemhéjamon csináltam, és ugye középre már fel is raktam a királykéket. Ezután egy nagyon keveset fogok feltenni, csak a Maybelline-es legsötétebb kékünkből, mert hát azért az nem a kedvencem. Azt szerintem látjátok, hogy miért. És akkor a belső egyharmadába az alsó szempilla tövemnek ugyanúgy ezt a türkisz kéket fogom rakni, és utána fog egy kis csavar következni. Még úgy is, hogyha mindent, amit elterveztem így a második körbe extrának megcsinálok, még akkor is egy nagyon egyszerű, mármint hogy technikailag nagyon egyszerű smink lesz ez, ami most itt elkészül. Úgyhogy ha szeretnétek, hogy csináljak egy olyan sminket, ami szerintem tényleg jól néz ki kékből, és nem csak kék, hanem szépen, egy tényleg egy szép sminket összehozva, vagy ezzel a nagyon jó türkiszkékkel, vagy a királykékkel, akkor azt írjátok meg nekem kommentbe, és akkor arra is sort kerítünk valamikor. Ezen kívül pedig megint jöhet a szavazás, hogy mi legyen a következő szín, és remélem, hogy ez nem fordított pszichológiaként fog működni, de kérlek titeket, hogy ne a zöldet szavazzátok meg következőleg, mert 0 rendes zöldem van, tehát a gyönyörű, szép, terepzöld, abból nagyon sok van, de azon kívül 0, úgyhogy ezt hanyagoljuk még egy kicsit, de egyébként teljesen rátok bízom, amit jónak láttok, következő színnek szavazzatok. És akkor én itt arra gondoltam, hogy fehérrel egy kicsit ki fogom világosítani a belső sarkot, ahova azután csillámot fogok tenni. És most már talán itt az ideje, hogy lesöpörjem a púdert. Kicsit majd bele kell javítanom a szemem alatti részbe, mert sajnos a kékek egy kicsit tönkretették, de előbb legyen kész a szemem. Még egy kicsit a fehérből.
Így majd olyan hatása lesz, mintha nagyobb lenne a szemem, remélhetőleg. Nem rossz egyébként, csak olyan egyszerű ehhez a... Így szoktam tönkretenni a palettáimat, a tükörnek a sarkát megint belevertem az egyikbe. Tehát, hogy én arra gondoltam, hogy amikor ezeket a sminkeket fogom csinálni, amikor csak egy színnel csinálok valamit, akkor ilyen nagyon extrém és nagyon nem tudom milyen lesz technikailag, ami nekem is kihívás, viszont azon kívül, hogy a Maybelline-es szemhéjpuder nem akart elsatírozódni, azon kívül ebbe azért eddig nem volt túlságosan nagy kihívás, de folytassuk, most fog jönni majd a tus, úgyhogy nem kiabálom el magam. Ahogy egyébként ígértem nektek, az elfes termékeket még mindig tesztelem, úgyhogy most is az elfes szemhéjtussal fogom kihúzni a szemem, nem találom az ecsetet. Ilyenkor azért tudok mérges lenni, amikor nem találok dolgokat, amik nagyon kellenének, és természetesen ahogy végeztem, és már nem fog kelleni, rögtön meg fogom találni. De mindegy, van itt azért még egy-két olyan ecset, ami szerintem egészen működőképes lehet ez a feladathoz, úgyhogy el is kezdem, és lássuk, hogy mit tudok kihozni a tus vonalamból. És hát akkor így nézne ki szemhéjtussal a szemem, a szemsminkem, és szerintem egyébként ilyen szemhéjtust még nem is csináltam a csatornámon. Képen már láthattátok tőlem pár helyen, viszont itt még nem, és egyébként ez az egyik kedvencem, mert ha igazán cicás szemet szeretnél, akkor szerintem ezzel tudod a legjobban elérni, úgyhogy így nézek ki most, megcsinálom a másik szememet kamerán kívül, teszek fel egy kis pillát, és utána még egy kis extrát azért hozzá fogok adni ehhez a sminkhez, mindjárt folytatjuk. És akkor így is nézek ki most a kis sminkem, és akkor csak, hogy nehogy azt higgyétek, hogy átlettetek verve, szerettem volna egy kis csillámot tenni valahova, viszont a tusvonal miatt nem érzem úgy, hogy az eredeti elképzelésem, hogy a belső sarokba tegyek csillámot, az jól néz neki, viszont a kékbe meg nem akarok belemászni, egy ilyen nagyon irizáló csillámmal. A számon nem annyira bírom a csillámot, úgyhogy valószínű, hogy ezt most elengedem, és az egyik következő smink videómban majd ezt be fogom pótolni. Úgyhogy már csak egy valami maradt hátra, amit tudtok ti is, hogy mi, és el kell mondjam, hogy ahogy lila rúzsom nem volt, kék rúzsom sincs. Van itt egy ilyen kis arcfestős, szettes valami csodán. És ha már a lilánál teljesen más volt a lila a számon, mint a szememen, legyen ez így a kék sminkben is, úgyhogy ebből a csodás kék színből felvettem az ecsetemre, és lássuk. Tadá! Tettem egy nagyon kevés szemhéjpúdert a két sarokba, hogy egy kicsit ombrésabb hatása legyen. Rájöttem egyébként, hogy az ilyen színeket nem annyira szeretem, hogyha teljesen egyszínű. Ez nem túl értelmes, de hogyha nincsen benne semmi dimenzió, úgyhogy kellett beleraknom egy kis ombrés dolgot. Ezen kívül elővettem még a Lovelish highlighteremet, amit szerintem még nem is láttatok nálam. És a legeslegutolsó dolog az lesz, hogy felcsapok egy nagyon szép kis highlightot. És akkor most mondhatom véglegesen, hogy készen van a csak kék sminkem, nagy tapsot nekem. Nézzétek meg egy kicsit közelebbről is, hogy milyen lett. Yeah. Black. I just wanna win.
Addigra, mire kimegy ez a videó, addigra már kint lesz egy kép is az Instámon. Hogyha nem láttátok még, akkor menjetek az Instámra és dobjatok rá egy hatalmas lájkot. Nagyon szépen megköszönöm mindenkinek. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és szeretnétek, hogy folytassam ezt a Csak egy szín sorozatot. Szerintem attól függetlenül, hogy teljesen más lett a végeredmény, mint amit eredetileg szerettem volna, szerintem nem lett rossz, és megint csak nagyon élveztem. Ha ti is élveztétek és tetszett, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, kapcsoljátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. Ne felejtsetek el bekövetni Instán se. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, a következő videóban találkozunk. Sziasztok! Hello!